Ez a Nyíregyházi Televízió híradója 2022. december 2-án este 7 órakor kezdünk. Látogatás. Nyíregyházán járt Franciaország magyarországi nagykövete. Robotika. 14 csapat mérte össze tudását a Digitális Tudásközpont versenyén. Erasmus. Partner találkozót szervezett a Vásárhelyi Pál Technikum. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! Nyíregyházán járt Franciaország magyarországi nagykövete, aki múlt héten adta át megbízó levelét. Az első Budapesten kívüli látogatása a keleti régióba vezetett, ahol a határhelyzet feltérképezése után hivatalában kereste fel dr. Kovács Ferenc polgármestert, akivel gazdasági és felsőoktatási együttműködési lehetőségekről is egyeztetett. Franciaország új magyarországi nagykövetének első útja a megyébe vezetett. Ennek során Záhonynál tájékozódott a határhelyzetről és a háború következményeiről, ahol jó fogadtatásban volt része, s örömmel töltötte el, hogy a menekültek fogadása is jól szervezett. Csütörtökön hivatalában kereste fel Nyíregyháza polgármesterét, s megbeszélésükön több fontos témát is érintettek. A nagykövet szerette volna ugyanis megnézni az ország keleti régióját, mely előzetes tájékozódása alapján is fontos kapcsolatokat ápol Franciaországgal gazdasági és oktatási téren, amit szeretnének fejleszteni is. Polgármester úrral beszélgettünk a gazdasági és kulturális potenciáljáról a régiónak. Elmondta, hogyan kívánja fejleszteni a munkaerőpiac lehetőségeit. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon ambíciózus kezdeményezés, melyben fontos szerepet kapott a jó minőségű felsőoktatás is. Une ambition en matière universitaire et une volonté de favoriser une éducation d'excellent niveau. Ami az oktatást illeti, mind a nagykövet tájékozódott, három iskola is érintett a francia nyelv oktatásában, s nyitott volt arra, hogy a francia egyetemekkel való kooperációt szorgalmazza, akár esetleg egy duális diplomát adó szak létrehozásával is. A gazdaságról szólva említette, hogy felajánlott a Nyíregyháza polgármesterének, szívesen összekapcsolja egy budapesti látogatás alkalmával a francia-magyar kereskedelmi és iparkamarával is. Nagyon fontos beszélni a gazdasági kapcsolatokról is, és ezek megerősítéséről, melyek nagyon szorosak Franciaországgal. Gazdaság szempontjából három francia nagyvállalat van jelen a régióban. A legnagyobb a Michelin, mely jelenleg 1200 embert foglalkoztat. Emellett itt van a Veolia, az erőművel, és a Bonduelle, amely jelen van egész Magyarországon, de itt Nyíregyházán is. A nagykövet az elhangzottak alapján úgy látja, jók a befektetési lehetőségek a fejlesztés alatt álló ipari parkban. Majd hozzátette, fontos a kulturális együttműködés is, hiszen a városnak két franciaországi régióban lévő településsel is van kapcsolata. A francia nagykövet úgy fogalmazott, vonzónak találja Nyíregyházát, és szerint a jövőben sok lehetőség lesz még az együttműködés fejlesztésére. S bár hivatalos útja rövid volt, az egyik franciát tanító intézményt, a két tannyelvű Apácai Csere János általános iskolát meg is látogatta. Robotok versenyeztek Nyíregyházán, a Digitális Tudásközpont felső tagozatos diákok számára írt ki megyei versenyt, melyen saját robotjaik mérkőztek meg egymással. A 14 csapat intelligens gépeinek egy terepálya akadályait kellett leküzdeniük. Gurul, fordul, szlalomozik és még focizik is. Ilyen robotokat készítettek a 10-14 év közötti gyerekek a Digitális Tudásközpont megyei robotversenyére. Viszonylag pontosan lehet irányítani, és egy labdát be tud ülteni, úgyhogy így rámegy, és így tudja vezetni. Ez már Bökönyi Levente robotja. A 14 éves kamasz kedveli a matematikát és az informatikát, és azt mondja, beszippantotta a robotépítés. Szerinte a robottechnológia már most a mindennapok része, hiszen nem csak az autógyártásban, hanem például az egészségügyben is használják őket. Úgy végzik el a műtét, hát, hogy sokkal hamarabb begyógyul utána a seb, mondjuk, és ezáltal úgy tudják segíteni az emberiséget. A megyei versenyre 14 csapat érkezett, közülük 4 csapatot a Nyíregyházi Digitális Tudásközpont tanárai készítettek fel a versenyre. Az oktatók azt mondják, a robotépítő gyerekek zseniális aggyal rendelkeznek, és csak apróságokban kell nekik segíteni.
Olyan problémákra szoktak megoldást találni, ami lehet, hogy nekünk eszünkbe se jut, mert a felnőttek másképp gondolkodnak, mint a gyerekek, és igazából abban kell segítséget nyújtani nekik, hogy hogyan működik egy fogaskerék áttétel, vagy hogyan kell csapágyazni egy tengelyt. A digitális tudásközpontban azt is elmondták, mit tanulnak a gyerekek egy ilyen verseny során. A technikai dolgokat, illetve a technológiai dolgokat, a programozást, a digitális ismereteket, de aki saját készítésű robottal készül, ők barkácsolnak, 3D nyomtatáshoz terveznek, kinyomtatjuk, lehet, hogy csak harmadszorra sikerül, akkor háromszor is kinyomtatjuk, de mindenképp sokat tanulnak. A digitális kompetenciák fejlesztése mindezek mellett már a jövő Magyarországáról szól, ha nem is minden robotépítőből lesz majd tervezőmérnök, de remélhetőleg itt kedvet kapva egyre többen érdeklődnek majd a természettudományok és a digitalizáció iránt. Vasárnap este meggyújtják a második gyertyát is az adventi koszorún a Kossuth téren. Ezen a héten a görögkatolikus egyház műsorával várják a látogatókat a forgatagban. December 4-én érkezik a Mikulás is Nyíregyházára. A gyerekeket egészen december 11-éig 13 és 19 óra között fogadja a télapú a karácsonyfa melletti Mikulásházban. A Nyíregyházi Állatpark úgynevezett Mikulás kalandra hívja a családokat ezen a hétvégén, egésznapos programokat szerveznek a park területén, így például lesz hóangyalkoncert, buborékshow, candyland és hagyományos Betlehem is. Gerliszki Mihálynét, városunk szépkorú polgárát köszöntötték péntek délután 95. születésnapja alkalmából. Gerliszki Mihályné 1927. november 27-én született, 6 elemi iskolát végzett, majd otthon segített a mezőgazdaságban és háztartást vezetett. 3 gyerekük született, majd 6 unokával és 13 dédunokával bővült a családjuk. Ilona néni szabadidejében szívesen fejt keresztrejtvényt, gyakran olvas és televíziót néz. Az ünnepeltnek Vasné Harman Gyöngyi közgyűlési képviselő és Kisné Orosz Anita, a Szociális és Köznevelési Osztály munkatársa adta át a jubileumi köszöntésen Magyarország kormánya és Nyíregyháza megyei Jugúváros önkormányzatának emléklapját. Az Erasmus Plus mobilitási program keretében november 28-a és december 3-a között partner találkozót szervezett a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Technikuma. A projekt központi témája a kortárs művészeten keresztül a tolerancia, egymás elfogadása különböző élménypedagógiai és kreatív programokkal, módszerekkel. A program keretében a partnerországokból, Portugáliából, Lengyelországból, Görögországból és Olaszországból Nyíregyházára látogató diákokat és tanárokat dr. Urich Attila alpolgármester köszöntötte a Városházán pénteken délelőtt. 4 országból vannak itt, ebből 3 dél-európai és egy lengyel közép-európai ország vett még részt ezen a kis megbeszélésen, mert itt van egy hete Magyarországon, és mivel Nyíregyházán van ennek a központja, ennek az Erasmus pályázatnak, ezért Nyíregyházát is megismerték, és ahogy kérdeztem, ugye itt laknak a belváros közelében, járják itt esténként a karácsonyi vásárunkat és kóstolják a magyar ételeket és a kürtős kalács, mint ahogy általában a külföldieknek az nagyon, nagyon bejött, hogy így mondjam. Úgyhogy nem ez az első alkalom már, hogy a Városházára eljönnek. Számtalanszor fogadtunk már itt külföldi tanárokat és diákokat is. Nagyon örülünk neki, hogy itt vannak, mert Nyíregyházának a jó hírét azt tudják vinni Európában, bárhol a világon, amerre járnak. A projekt célja, hogy megismerkedjenek a résztvevő országok kultúrájával, hagyományaival, és emellett gyakorolják az angol nyelvet is. A találkozóra 13 diák és 11 tanár érkezett Nyíregyházára, akik december 2-án a Városházára is ellátogattak. Én nagyon szeretek utazni, és ezáltal egy álmom válik valóra, hogy kiutazodok más országokba, megismerni a kultúrát, meg az ilyeneket. És annyira tetszik, hogy akik jönnek Erasmusra, igazából mindenki elfogad mindenkit, és nem érdekli más véleménye. És igazából megismertünk itt egy csomó embert, és mindig jól mulatunk velük. Tehát egyszerűen nagyon örülünk velük tölteni időt, viszont szomorúak vagyunk, amikor elbúcsúzunk, de mindig úgy köszönünk el, hogy majd még látjuk egymást. Az Erasmus Plus program keretében az 5. találkozóra érkeztek a vendégek Nyíregyházára. A résztvevők már jártak Görögországban, Portugáliában, Olaszországban, Lengyelországban és most Magyarországon is.
A pályázatunknak a címe What Makes You Different Makes You Beautiful. Talán sok mindent rejt magában ez a cím, hiszen minden esetben arról értekezünk, és próbáljuk a fiatalok figyelmét felhívni arra, hogy a tolerancia milyen fontos, és a más kultúrák elfogadása. Fabók Judit hozzátette, mind az 5 partnerországot végiglátogatják, a 6. záróprogram van már csak hátra, melyet jövő áprilisban tartanak. Ezen 4 évicces tanuló és 2 évicces tanár vehet majd részt. Frissen sült lapsánkával várta a forgatag látogatóit a nyíregyházi önkormányzat. Mindjárt jönnek a részletek, előbb nézzük a nap további híreit. Ráfutásos baleset történt a csúcsforgalomban a Szegfi utcán péntek reggel. Az anyagi kár jelentős volt, a felek megegyeztek a felelősség kérdésében. Egy másik baleset is történt péntek reggel, a csúcsforgalomban ütközött össze 2 autó a Betlen Gábor és Bukarest utcánál. Jelentős fennakadást okozott a baleset, rendőrök segítségét kérték a felelősség tisztázása érdekében. Favágási munkálatokat végzett a Nyírvévi a Sóstói úton, olyan faágakat vágtak le, amelyek a parkoló autókat és a házakat is veszélyeztették. Kihelyeztek egy forgalmi tükröt a Dob utcán, a Sólyom utca sarkánál, a parabola tükör nagyban segíti majd a biztonságos közlekedést. Az ünnepi forgatag idején minden irányból tilos biciklivel behajtani a Kossuth térre, mindenhol táblák jelzik az ideiglenes forgalomkorlátozást. Az Orgona utcáról úgy hajtott ki egy autós, hogy figyelmen kívül hagyta a stop táblát és egy szabályosan haladó autónak ütközött. Igen jelentős volt az anyagi kár, a rendőrség intézkedett a helyszínen. Frissen sült lapcsánkával várta a forgatag látogatóit a nyíregyházi önkormányzat. Már hagyománynak számít, hogy az adventi időszakban csütörtök délutánonként ezzel a nyírségi étellel kínálják a sétálókat. Lapcsánka, lepcsánka, tócsni, rösti, több neve is van a reszelt nyers krumplival és liszttel készült ételnek, ami egyik fontos fogása az adventi forgatagoknak. Hosszú volt a sor csütörtök délután az egyik faháznál a vásárban, Nyíregyháza megyei jogúváros önkormányzatának a standjánál most is lapcsánkával kínálták az arra sétálókat. A helyi étel különlegességet sokan szeretik. Megismételhetetlen, ahogy itt csinálják, ugye én északról származom, és nálunk másképp készül a tócsni, amit itt lapcsánkának hívnak. Nyilván ez egy olyan jó döntés volt, ami népszerű. Most is népszerű, ahogy látszik, és bármilyen nehézség is van, az önkormányzat vezetése úgy döntött, hogy ezt a szokást ezt permanensen fenntartja. Még jövő héten és a jövő hét utáni héten is érdemes ide elsétálni és csütörtökön 3:30-tól megkóstolni az igazi helyi lapcsánkát a forgatagban. Első alkalommal dr. Úrik Attila alpolgármester mellett dr. Vinnai Győző is lapcsánkával kínálta az erre sétálókat. A lapcsánka egy tipikusan tájjellegű étel, Nyíregyháza és Nyíregyháza környékének krumplis étele. Most is beszélgettem emberekkel, és volt, akik nem tudták, hogy miből készül, de a többség tudja, a helyiek nagyon finomnak tartják a lapcsánkát, és amikor osztjuk vagy kínálgatjuk ezt a lapcsánkát, akkor van lehetőség beszélgetni az emberekkel, hogy hogy vannak, milyen a helyzetük, milyen térre számíthatunk. Ez nagyon fontos egy közéleti ember számára, hogy közvetlen visszajelzéseket kapjon az emberektől, hogy hogyan élnek, milyen a sorsuk, és közben egy finom lapcsánkát adunk nekik. Több éves hagyomány Nyíregyházán a lapcsánka kínálása. Legközelebb december 15-én csütörtökön lesz hasonló alkalom, ugyanezen a helyszínen. Győzött a futszál NB1-ben az A-Studio futszál Nyíregyháza csapata. A mieink az MFA-t verték 4-1-re. Gyügyei Zoltán Mester 3-ast ért el. Hazai oldalon a sérült Kovács Róbert, a Magyar Futszál Akadémiánál a vezetőedző Tóth Szabolcs hiányzott betegség miatt. Az első félidőben voltak helyzetek, de gól nem született. Fordulás után viszont vezetés szerzett az MFA, ám ez nagyobb tempóra sarkalta a stúdiót, és Gyügyei Zoltán egyenlített. 2 perccel a vége előtt átvette a vezetést a Nyíregyháza, Gyügyei Zoltán indult szép cselekkel, a kapus mellett is elhúzta a labdát és a hálóba gurított. Lehozta kapusát a vendéggárda, ezt pedig Ladányi Dávid gyorsan kihasználva félpályáról a kapuba lőtt egy labdaszerzés után. 20 másodperccel a vége előtt Gyügyei Mester 3-ast ért el, végképp bebiztosítva a hazai győzelmet. Nagyon jó érzés, főleg úgy, hogy a csapat győzelemmel zárta a találkozót, így különösen örülök neki. Sokat kellett rá várni, ugye azért 12 meccs eltelt a bajnokságból,
Számítottunk, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, és igazából sikerült győzelemmel lehozni, ez a legfontosabb. Köszönöm a csapatnak is, hiszen ez nélkülük nem sikerült volna. Az első félidőben picit jobban koncentrálunk, akkor megszerezhettük volna a vezetést, viszont szerencsére, amit félidőben mondtam, az nem jött be, mert azt mondtam, hogy egy gólos meccs, aki az első gólt rúgja, az megnyeri. Ilyen érzések kavarogtak bennem az első félidő után. Jól jöttünk ki a fordulópontból, és az a fordulópont az 5-4, amikor Ladesz berúgta a harmadikat, ott már tudtam, hogy meg lesz ez a mérkőzés. Külön öröm, hogy végre a Gyügyi visszatért közénk, tehát amit tud, azt megcsinálta a kapu előtt, hát ezért érdemes ő arra, hogy az NB1-be játszom, mert higgadtan, tehát ő ezt tudja, benne van, most végre megismerte csinálni. A Nyíregyháza legközelebb a Berettyóújfalu vendége lesz, majd 8-án a Haladást fogadja. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Nyíregyházán járt Franciaország magyarországi nagykövete, aki múlt héten adta át megbízó levelét. Az első Budapesten kívüli látogatása a keleti régióba vezetett, ahol a határhelyzet feltérképezése után hivatalában kereste fel dr. Kovács Ferenc polgármestert, akivel gazdasági és felsőoktatási együttműködési lehetőségekről is egyeztetett. Robotok versenyeztek Nyíregyházán, a Digitális Tudásközpont felső tagozatos diákok számára írt ki megyei versenyt, melyen saját robotjaik mérkőztek meg egymással. 14 csapat intelligens gépeinek egy terepálya akadályait kellett leküzdeniük. Az Erasmus Plus mobilitási program keretében november 28-a és december 3-a között partner találkozót szervezett a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Technikuma. A projekt központi témája a kortárs művészeten keresztül a tolerancia, egymás elfogadása a különböző élménypedagógiai és kreatív programokkal, módszerekkel. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönjük egész heti figyelmüket, viszontlátásra!